1993-ban elhunyt egy vitorlázó, Izsák Szabolcs. Egész élete a Balatonhoz és a vitorlásporthoz kötődött. Kétszeres olimpikon, nyolcszoros magyar bajnok, többszörösen is nemzetközi versenyek helyezettje volt. Rá emlékeztek a június utolsó hétvégén lezajlott emlékversennyel. Az idén nyolcadjára megrendezett viadal az évek alatt Origo nagy díj néven is ismerté vált. A kizárólag nagy hajókból álló mezőny Balatonfüredről indult, és 22 hajóosztályban álltak rajthoz a vitorlázók. Balatonfüredről aztán Kenesére kellett hajózni, hisz ott volt az első forduló, majd Siófok érintésével vissza Füredre. Itt lett volna ugyanis a befutó a tervek szerint. Némi szépséghibája volt a versenynek, hogy mindez csak terv maradt. Várjunk azonban még a befutónál történtekkel, lássuk egyelőre, mi történt a rajtnál. A kihajózást itt egy még hármas erősségű szél segítette. A versenyzőkön uralkodó izgalom azonban ragályosnak bizonyult. A rajtvonalat idő előtt először csak egy hajó lépte át, majd egyre többen. Így az indulást úgynevezett fekete rajt miatt meg kellett ismételni. Valakinek azonban ezzel is szerencséje volt. Egy kicsit jobban oda kell figyelni, mert fekete rajtnál nem lehet kint lenni, mert automatikusan kizárják az ember, de az első rajtunk nem sikerült volna ilyen jól, tehát utána jobb, összeszedtük magunkat egy kis gyakorlás után. A rajt utáni első kilométereket gyönyörűen falták a hajók. Legénységük ekkor még nem sejtette, hogy a Kenesénél felállított bójánál szinte szélcsend fogadja majd őket. A rajtnál az asszok rendszerint azért egy ilyen falból, mint amilyen rajt itt is volt, szokás szerint kilépnek. Ez most is sikerült, és hát aztán utána már a szerencsének is komoly szerepe volt abban, hogy azért hogy élt oda az ember Kenesére, mert teljesen leállt a szél. Arra számítottunk, hogy ilyen déli-délnyugati áramlás lesz, azt mondta a meteorológia, úgyhogy egy kicsit meglepett minket ez a keleti szél, ami északiassá vált. A kenesei fordulónál nagy harcra és látványos képekre nem lehetett számítani szél hiányában. A hatalmas vitorlák persze befogtak annyi szelet, hogy haladni ugyan lehetett, de a hajózók a 32 fokos kánikulában inkább egy sütőben érezhették magukat. A versenyt ennek ellenére senki nem adta fel, nem is lett volna méltó. Kenese után már gyakorlatilag mi csak arra vitorláztunk, hogy minél több szelünk legyen, tehát gyakorlatilag nem foglalkoztunk igazán a szél irányokkal, pontosan annyiban foglalkoztunk vele, hogy kerestük a több szelet, mindig is abban az irányba vitorláztunk, tehát egy borzasztó egyszerű taktikát követtünk, de hát ez most úgy tűnik, hogy bejött. Abba bíztunk, hogy kitart ez a keleti szél legalább a bójáig, aztán utána az elálló széllel még le tudunk csúszni Siófok irányába, de hát sajnos megállt, arra viszont nem számítottunk, hogy visszaerősödik. Tehát itt többször föltámadt a szél, az meglepett bennünket. A gyorsabb hajók persze elérték a forduló után feltámadó szelet, de a mezőny nagy része akkor még a kánikulában hajózott. A versenyrendezők így kénytelenek voltak pályát rövidíteni. Balatonfüredről Siófokra helyezték át a célt. Ide várták az összes befutót. De mit is jelent ez pontosan? 149 hajóegységet jelent. Átlagban 4 fő ül egy hajóban, tehát ki lehet számolni, hogy azért ez egy 600-650 fős mezőny rajtolt el. Kellemes, úgymond gyenge szélben, reggel 9.30-kor, mert volt egy megismételt rajt, és az időjárás jósok most jól dolgoztak, leálló szélben kellett vitorlázniuk, a kenesei bófordító gólyánál elfogyott a energia, és így a versenyrendezők úgy döntött, hogy a siófoki bójánál befuttatja a mezényt, de így is a limit időn belül csak 79 hajó tudta teljesíteni a rövidített távot, hát itt az időjárás egy kicsit belekavarta szép reményeinkbe. Tehát az induló 149 hajónak kicsivel több, mint a fele tudta időben befejezni a versenyt. Abszolút kategóriában az Azardissimo teljesítette leggyorsabban a távot 5 óra 44 perces idővel. Nagyon örülünk ennek a díjnak, már volt, amikor nálunk volt, úgyhogy most örömmel tartjuk ismét a kezünkbe. Ez azt jelenti, hogy minden évben külön készültök rá, vagy csak ilyen véletlenszerűen kerül? Úgymond hozzátok, persze azért ez nem ennyit takar. Hát azért készülünk rá, meg fontos dolog, hogy itt minél többször
szerepeljen a hajó neve, úgyhogy végül is örülünk neki. Az elmúlt időszakban nem sikerült megszerezni, most visszakerült megint hozzánk. A Picabo-ért másodikként a siófoki befutóhoz, amely az asszó kategóriában ezzel a teljesítménnyel az aranyérmet is magáénak tudhatta. Mert ez a gyenge szél, ez nem az asszónak valószínű, alapvetően az asszó egy erős széles hajó. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, mi is meglepődtünk ezen, és csodálkoztunk egy kicsit, de hát természetesen nagyon örülünk, hogy így sikerült odaérni. De ebből a versenyből aztán talán csak a befutóhoz, amit újra kívánnék. De hát egyébként egy nagyon érdekes verseny volt azzal együtt, hogy nagyon nehéz és elég mostó a szélviszonyok voltak, mert nagyon kevés volt a szél. A díjátadón aztán minden kupa gazdára talált. Azért is szponzoráljuk ezt a versenyt, mert nagyon sok ismerősünk, üzleti partnerünk szerepel ezeken a futamokon, és hát legalább 4-5 hajó volt azon a listán, amit figyeltem végül, és örömmel adtam át egy-két barátomnak és egy-két üzletfelemnek azokat a díjakat, amiket megnyertek ma. Néhány hajónak üröm volt az örömbe, hogy verseny alatt 9-en kaptak büntetést. A rendezők ugyanis szúrópróbaszerűen ellenőrizték a hajókat. A szúrópróba a versenyrendelkezések, illetve a versenyutasításban leírtakat azoknak a maradéktalan betartását az ellenőrzését szolgálja. Van sajnos olyan a versenyzők között, akik nem minden paragrafusát tartják be a versenyszabályoknak, a versenyrendelkezéseknek. Erre hívtuk fel a figyelmet, tekintettel arra, hogy a következő nagyon nagy versenyünk az a Kékszalag, és ott ugye nem csak 149, hanem reményünk szerint 400 hajó is fog elindulni. Az Origo nagydíjat egyébként a balatoni Kékszalag verseny előfutárának is tartják, ezért régen egyszerűen csak Fehér Szalag névvel illették. Ott persze mindenki nagyobb szelet remél.